Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a Megkérdezzük a Polgármester című műsorunk legfrissebb adását látják. Köszöntöm stúdiumban Cserdini Németh Angéla polgármester asszonyt. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Elkezdődött a tanév, és csupa-csupa jó hírről számolhatunk be, hiszen enyhültek a szabályok az iskolákban, enyhültek a korlátozások az óvodákban, de nagy vonalakban mondjuk el a nézőknek, hogy pontosan mi is a beléptetésnek a jelenlegi rendje, és mi az, amiben egy kicsit megkönnyítették a családok helyzetét. Miniszter úr adott ki egy utasítást az iskolákra, illetve az óvodákra, és ezt követtük mi is az óvodáinkban a beléptetés tekintetében. A maszkviselést azt elengedte miniszter úr, és ezzel párhuzamosan mi is elengedtük az óvodákban. Természetesen egyeztettünk az óvodavezetőkkel, tehát nem itt a hivatalban döntöttük el, hogy mit szeretnének, vagy mit szeretnénk csinálni. Ezzel párhuzamos, hogy a kézfertőtlenítés változatlanul kötelező az intézményekben, viszont annyi enyhítést adtunk, hogy egy szülő bekísérheti a gyermeket egészen a csoportszobáig, és akkor segíthet neki természetesen átöltözni, amikor kell. Nagyon remélem, hogy ez egy 3-4 hét múlva nem bosszulja meg ez az enyhítés magát, és remélem, hogy maradhatnak ezek az intézkedések, és nem kell még jobban szigorítani, bár ahogy a járványügyi adatokat látjuk, sajnos nem feltétlenül lefelé haladunk. De minden esetre azért itt az évkezdés környékén nagyon nagy könnyebbség ez a szülőknek, főleg azoknak, akik ugye kisgyermekkel most kezdik esetleg az óvodát, vagy most kezdik esetleg a bölcsödét. Úgyhogy ebben tudtunk egy picit enyhíteni, illetve abban is óriási kérés volt már nagyon régóta, hogy a külön órákat, külön foglalkozásokat az óvodában hadd tartsák meg. Gondolok itt például a sakra, vagy esetleg a focira, vagy a különböző néptánc oktatásokra. Ezt most jelen pillanatban engedélyezzük mi is az óvodáinkban, és meglátjuk, hogy a járványhelyzet hogy alakul ezen az őszön, és meglátjuk, hogy akkor kell-e még tovább szigorítani, majd esetleg vagy maradhatnak ezek az enyhítések. Ugye az elmúlt adásban is beszéltünk már arról, hogy az iskola kezdőknek lehetősége van egy kerületi támogatást igénybe venni, amennyiben anyagi nehézséget okozott a névkezdés, de nem tudunk róla elégszer beszélni. Meddig tudnak még erre pályázni a kerületi lakosok, és melyik az a korosztály vagy évfolyam, akiknek a számára elérhető a támogatás? Szeptember 30-áig lehet még erre pályázni az iskola kezdési támogatásra, és ezek az elsősök, illetve az 5. évfolyamon tanulók pályázhatnak, illetve ezt a szüleik pályázhatnak. Ide az önkormányzatba kell bejönni a segélykérő lap, illetve a névkezdési támogatási igénylőlapért, és akkor meg tudják kapni a 20 000 forintos támogatást. Én úgy gondolom, hogy elég sokan igénybe veszik, hiszen azért egy iskolás gyereknek a felszerelése, idézőjelben mondom, a gyermeknek is a felszerelése, illetve a megvásárlandó tanszereknek az ára is elég borsos egy-egy áruházban, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó helyre kerülnek ezek a 20 000 forintok, és én mindenkit arra biztatok még, hogy aki teheti, az vegye igénybe ezt a támogatást. Ugye volt tavaly, illetve az idénre át lógott az a pályázat is, amelyben különböző digitális eszközöknek a vásárlását segítették tabletnek, laptopnak, ha jól emlékszem, talán okostelefonnak is, de majd kijavít, hogyha rosszul emlékszem. Erről mit lehet tudni, hogy ezt nagyságrendileg mennyien vették igénybe, és tervezik-e esetleg a későbbiekben újraindítani a pályázatot, hogyha ismét úgy áll a járványhelyzet, hogy a digitális oktatás kerül majd előtérbe? Ahogy említette szerkesztő asszony is, ugye ez a digitális oktatással volt összefüggésben. Ha előkerül és ismételten digitális oktatás lesz, akkor úgy gondolom, hogy tudunk rá forrás biztosítani azoknak, akik még nem éltek ezzel a lehetőséggel. Sokan éltek egyébként ezzel a lehetőséggel, akár számítógépet, akár laptopot tudtak venni. Ugye 50 000 forint támogatást adtunk azoknak, akik ezt igényelték, és hát a sajnos, ha digitális oktatásra kell átállnia az iskoláknak, akkor természetesen biztosítjuk a lehetőséget továbbra is, hogy ezt igénybe vegyék. Zárójelben jegyzem meg, hogy nagyon remélem egyébként, hogy nem kell digitális oktatásra átállni, de természetesen mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek így is tudjanak majd fejlődni, és így is tudjanak tanulni ezeken az oktatási eszközökön keresztül. Ugye fenntartóként mennyire készülnek most fel egy esetleges szigorításra, gondolok itt akár a tisztítószereknek, különböző védelmi eszközöknek, teszteknek a beszerzésére, tárolására, hogyha olyan helyzet alakul, akkor az iskolák, óvodák, bölcsödék részére, saját intézmények részére mennyire felkészült jelenleg a hivatal, vagy milyen folyamatában vannak ennek a dolognak?
Az előző hullámok idején is kapott minden intézményünk központilag fertőtlenítőszert, de természetesen ettől függetlenül az önkormányzat is szerzett be fertőtlenítőszereket. Az iskolák tekintetében nem tudok nyilatkozni, hiszen ugye a Klebersberg intézményfenntartó központ adja nekik a tisztítószert, illetve a fertőtlenítőszert. Az óvodáknál, bölcsödéinknél, egyéb intézményeinknél természetesen, amikor szükség van, akkor azonnal jelzik, és akkor tudunk adni tisztítószert, fertőtlenítőszert. Van még raktáron belőle, de én úgy gondolom, hogy ha erre szükség lesz, akkor természetesen vásárolni is tudunk, hiszen a költségvetésben erre elkülönített keret van. Meglátjuk, hogy tényleg mit hoz a negyedik hullám, és valóban lesz a negyedik hullám. Eltérő információk vannak arról, hogy zárják az országot, nem zárják az országot, szigorítanak, maszkhasználatot szigorítanak. Az a baj, hogy ahogy az első hullámokban, vagy az előző hullámokban sem tudtunk előre semmit mi sem, nem gyakorlatilag máról holnapra kellett döntenünk, illetve a kormányrendeletek így jelentek meg. Természetesen most már rutinosan erre fel vagyunk készülve, és akkor ahogy szigorítani kell, vagy ahogy tisztítószert kell adott esetben, vagy maszkot kell biztosítani, akkor azt megtesszük. Egyébként főigazgató főorvosasszonnyal, az egészségügyi intézmény főigazgató főorvosával beszéltem, és ők felkészültek arra, hogy a harmadik oltást ők be tudják adni, úgyhogy aki igényli a harmadik oltást, az be tudja, fel tudja venni az egészségügyi intézményben is. Én úgy gondolom, hogy lesznek olyanok, akik felveszik a harmadik oltást, többen ajánlják, van, aki ellene, nem szeretnék ebbe belemenni, hogy kinek milyen igaza van, nem vagyok virológus, nem értek hozzá, de az, hogy felkészült az egészségügyi intézményünk is erre, abban biztos vagyok. És ha már szóba került, akkor a nézőknek elmondanám, hogy főigazgatóasszony heti beszámolóit megtalálhatják a közösségi oldalunkon, és itt többek között ő arról is beszél, hogy hogyan alakul az oltás iránt a Rákos úton, illetve hogy a harmadik oltás felvételének milyen feltételei vannak, ezt ők hogyan tudják biztosítani. És hát egy jó hírről beszámolhatunk még a kerületben élőknek, bár nem csak őket érinti, hogy az elmúlt héten beharangoztuk, hogy a fővárosi közgyűlés ülésezik, és sikerült meghozni egy döntést, melynek értelmében ingyenesen utazhatnak a 14 éven aluliak a BKK járatain. Mekkora vita övezte ezt, milyen előkészítés előzte meg ezt a döntést a közgyűlésben? Főpolgármester úr előterjesztése volt az, hogy a 6 és 14 év közötti korosztály ingyenesen használhassa a BKK járműveit. Egyrészt azért, mert úgy gondoljuk, hogy ha ezzel tudnak közlekedni a gyerekek, akkor a szülők is esetleg leteszik az autót, és kevesebben mennek be a belvárosba. Úgyhogy így a szerdai közgyűlésén a főváros meghozta azt a döntését, hogy a 14. életévét be nem töltött gyermekeknek ingyen biztosítja a bérletet. Ez szeptember 2-ától él, tehát akik megvették már korábban a bérletet, esetleg szeptembertől nekik visszatérítik ezt a pénzt, aki pedig nem vette meg, az pedig ne is vegye, mert ingyen biztosítják. Nagy volt a vita, mert ugye nehéz helyzetben van a fővárosi önkormányzat, az elvonások őket is sújtják, vagy őket is sújtja. Azt még tudni kell azért, hogy a jegyárbevétel drasztikusan csökkent a pandémiás időszakban, hiszen nagyon sokan ingyen vehették igénybe a BKV közlekedést, közösségi közlekedést, de ettől függetlenül úgy gondoltuk, hogy ezt a korosztályt viszont tudjuk támogatni ezzel, hogy ingyenesen utazhassanak, és majd meglátjuk, hogy mennyivel csökken ezáltal a belvárosba bemenő autóknak a száma. Bízunk benne, hogy akkor sikerül itt tehermentesíteni a belvárosi utakat, és lesz egy kis növekedés a közösségi közlekedés használatában. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk, mert a heti hírtükörben többek között a fővárosi közgyűlés ezen döntéséről is beszélni fogunk. Viszontlátásra!